Értem, meg mások is ígérték, de az az ő dolguk, hogy hétfő reggel 7 órakor itt azzal a ládával ott van valahol a sáros láda, amiben benne vannak a számok, azt majd itt megvárjuk, és akkor legfeljebb fejére borítom az embernek már demonstráción kívül, hogy valamilyen módon eljutatom neki. Ha már ekkora büdös patkány volt, hogy arra nem volt képes, hogy ideérjön, és szembesüljön ezzel. Ugye itt megláttuk, nem tudom, már kifedezte fel, Rogán Tónit, őt is szeret, igen, András volt, őt is szerettük volna megkérdezni arról, ha már így összefutottunk, hogy mégis mit gondol ezekről a számokról, hát rohadt itt a világtalan befele a házba, nem tudom, mit gondolt, hogy ott majd őt sokáig megvédik-e, és még volt, aki tisztelgett is neki, szerintem föl kellett volna rúgni Rogán Tónit is, de nyilván még, ami késik, nem múlik, kísértetésen hasonlított a köpködős történethez a Rogán Tóni menekülése. Tehát futott egyre gyorsabban, hogy még véletlen se kelljen szóba állni. Nyilván most már a rendőrség jobban résen volt, tehát jött ott utánunk rögtön. Így menekülnek ezek a mocskok, tehát mindenkinek üzenem, hogy ezek elkaphatók. Ezeket egyszer valaki sötétben meg kell, hogy találja. Szerintem csak egy valakinek kell ebbe belehalnia, és azonnal másképp gondolkodnak. Úgy látszik, a köpés nem volt elég figyelmeztetés a magyar politikai elitnek, hogy itt valami nincs rendben. Hát akkor keményebb húrokat kell majd fengetni, mert szerintem csak abból értenek, tehát ezek teljesen hülyék, mert nem csak hazudósak, hanem hülyék is. Mindenkinek köszönjük a részvételt! A figyelemfelhívás, ami a célunk volt, az megtörtént, megmutattuk, hogy a számok nem hazudnak, csak a bankárok és a politikusok, ők viszont nagyon, mert ugye a számok nem, akkor valaki igen, ők mindenképpen, mindenki egyénileg menjen haza, szedje le a zászlókat, ez nagyon fontos, ugye ne legyenek kint az autón, mert az már nem teljesen szabályos, hogyha kilóg, összepakolunk szép lassan, jó hétvégét, csütörtökön mozgalmi találkozó Zsokáéknál, és ugye 6 órakor már kezdés van, tehát mindenki időben érkezzen. És a következő demonstráció, akik itt vannak többnyire tudják, de a videón is legyen meg, hogy március 20-án lesz, 14 órakor kezdünk, ez a 4. kerület, milyen utca? Árpád út. Árpád út, tehát ott a főúton, 4. kerület központjában az OTP előtt fogunk találkozni, és ott pedig leszámolás a bankokkal, tehát tovább visszük ezt a számolós vonalat, addigra már jó sokan valószínűleg megkapják az elszámolásukat, a média biztos azt fogja harsogni, hogy mekkora borjelzés, milyen jól jártak az adósok, remélem egyre többen rájönnek, hogy nem jártak jól az adósok, mert ezek a számok mindent megmutatnak, az nem lehet, hogy többel tartozzam, mint amit felvettem úgy, hogy közben egy rakáspénztár visszafizessek, tehát ez egyszerűen nem létezik. Még egy jó hír, keressük a kapcsolatokat, elindult a, ugye a lengyelek most kezdenek ébredni, mert ők egy kicsit későn vették észre, hogy átverték őket. Ugye tudjuk, hogy a lengyelek azok azért radikálisabb típusok, ha ők valamivel nem elégedettek, akkor bűtenek, borítanak, gyújtogatnak. Tehát keressük a kapcsolatot a lengyel aktivistákkal. Valaki más Romániában kezdi ezt, hogyha valakinek van kapcsolata Romániában a tüntetőkkel, vagy a utcai demonstrálóknak a vezetőivel, akkor keressék, a jogászok keresik az ottani jogászokkal a kapcsolatot, és mindenütt, ahol kimennek az utcára, mert együtt fel kell vennünk a harcot, és meg kell mutatnunk, hogyha ők sem fizetnek, mi sem fizetünk, és senki nem fizet, akkor ez a bankrendszer globálisan fog tönkre menni. Jó, akkor egyelőre én ennyi, Zsokának akkor átadom, ő pedig be is zárja teljesen, és már jövök is hozzá. A rendezvényt bezárom, köszönöm mindenkinek, aki részt vett ezen a kemény rendezvényen, szerintem nagyon jól sikerült. Köszönöm a rendőrségnek a lelkes és kitartó munkáját, és hát mondjuk most nem nagyon sok nyomozót látom, de biztos valamelyik sarkon elbújtak, azoknak is köszönöm a részvételüket. És kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Sziasztok, hajrá! Hajrá!